minden fiatal és minden fiatalság, meg minden korosztály igyekszik megbeszélni a jövőjét, megvitatni. Ugye a jó barátságok általában akkor születnek, amikor világmegváltó gondolatok jönnek létre, ehhez viszont teret kell adni. Ezért a nyári egyetemek erről szólnak. A Kárpátaljai Szabad Egyetem is, ami ugye immár 27 éve jött létre, és ez az én korosztályom által alapított szabad egyetemi forma, ahol a gondolkodásnak teret adunk, és ezt a cél szolgálta. És örülök, hogy egy másik ifjús, egy másik korosztály, akik most tanulnak az egyetemen, vagy doktorandusz hallgatók is érzik azt az igény, hogy megváltsák a világot, hogy megtaláljátok azokat a lehetőségeket, azokat a közös gondolatokat, ami az ő életüket előre viszi, hiszen a fiatalságnak mindig is az volt a feladata, hogy frissebb, lázadó gondolatokkal lépjen elő, illetve mindenkinek az a fő feladata, így a fiataloknak is, hogy az előttük álló, általuk érzékelt kihívásokra megtalálják a választ. Ezt a célt szolgálja, gondolom, ez a nyári egyetem is, hogy remélem is, hogy ennek eredménye lesz majd, hogy ők is megtalálják az általuk vélt kihívásokra a válaszokat. Az első kérdés is ugye erről szólt, amire itt többen is megpróbáltunk a mi szemszögünkből, a mi korosztályunk tapasztalatából válaszolni, hogy miben más a mostani fiatalok, mi az, amiben előttük nagyobb a lehetőség, és mi az a kihívás, ami előttük áll, amire nekik kell keresni azt a jó választ, ami előrébb viszi egyénileg is, és közösségileg is az itt élőket.